arra kért meg engem Attila, hogy mutassam meg azt a HR kontextust, amiben mi bevezettük az Antenna Hungarian-en a teljesítményértékelést, hogy lássatok ilyet, hogy nem IT, hanem HR környezetben ez hogy zajlik. Úgyhogy amiről beszélni fogok nektek, ez egy nagyon pici bevezető, hogy nagyjából miről szól a mi cégünk, és hogy HR területen mivel találkozunk, milyen igényekkel, és részletesebben pedig arról fog beszélni, hogy milyen célok és milyen elvárások mentén definiáltuk azt, hogy mit szeretnénk mi a Jirától, hogy ez a teljesítményértékelési folyamat teljes kerek egész legyen. És akkor még egy picit egy erre rátett fejlesztésről és további lehetőségekről fogok nektek beszélni, és aztán át fogom adni Balázsnak a szót. Úgyhogy picit a cégünkről, az Antenna Hungária az 2014 óta ismét a magyar állam tulajdonában van, ám nem tekintető egy tipikus állami cégnek, mert már a franciák meg a svájciak megmultisították egy kicsit, úgyhogy egy picit más, mint a többi tipikus állami cég. A tevékenység az digitális földfelszíni műsorszórás, tehát a rádiót meg a tévét visszük el hozzátok, illetve távközlési szolgáltatásokat nyújt a cég. 500-nál több munkavállalónk van most már, és tavaly 23 milliárd forintos árbevételünk volt, ez idén könnyen meg fog duplázódni, úgy tűnik, úgyhogy elég nagy növekedésben vagyunk. És akkor mivel is foglalkozik a HR, milyen HR folyamataink vannak? Hát ugye van bérszámfejtésünk, ez nincs outsourcelva, hanem házon belül van nálunk, van kafetériánk, minden munkavállalónk kap ilyen kafetéria juttatásokat. Munkaidő nyilvántartás, ez egy ravasz dolog, mert nagyon sok fizikai dolgozónk van, aki készenlétben van, túlórázik, ilyen-olyan pótlékai vannak, úgyhogy ez egy elég összetett dolog. Illetve felmerülnek munkajogi kérdések, amiket kezelni kell, fel kell venni munkaerőt nyilván, meg hál' Istennek nálunk nem nagy a fluktuáció, tehát elbocsájtani, illetve elmenni, nem sok ember megy el, meg elbocsájtani se kell, nagyon hál' Istennek, viszont nyugdíjban nagyon sok ember megy, mert ha érzitek, hanem nálunk 45 év az átlag élet volt, tehát eléggé idős a munkavállalóinknak az állománya. És aztán ugye ahhoz, hogy megfelelő kompetenciája legyen az embereknek, képezni meg fejleszteni is kell őket, tehát erre is van egy folyamatunk, és tavaly bevezettük a teljesítményértékelést, illetve szakszervezettel folyamatosan egyeztettünk, mint érdekképviselői szervvel. Tehát így ezek nagyjából a folyamataink. És akkor, hogy mégis milyen igények érkeznek a munkavállalói oldalról hozzánk? Hát ugye vannak bérszámfejtési kérdések, miért annyi a bér, amit most kaptam? Hogy jött az ki, illetve milyen kafetéria elemet választhatok, milyen keret jár nekem, önkéntes nyugdíjpénztárral, egészségpénztárral kapcsolatos ügyintézésünk van. Akkor ugye sokan, egyre többen mostanában írok alá ilyen hitelfelvételhez kérnek az emberek jövedelemigazolást, most nagy az optimizmus, nagyon sokan vesznek fel hitelt. Családi adókedvezmények kapcsolatban jön nagyon sok kérdés nyugdíjazással, munkaidő nyilvántartással, betegszabadsággal, tehát ezek nagyjából ezek a tipikus folyamatok, vagy tipikus igények, amik a munkavállaló oldaláról érkeznek hozzánk. És akkor vezetőktől is érkeznek ám kérések, ugye ők jelzik azt, hogy a szükség van új munkaerőre, illetve valamilyen munkaviszony megszüntetéssel kapcsolatos igényük van, riportokat kérnek, itt is nyugdíjazással kapcsolatos kérdések merülnek fel, képzési igények, béremelésre javaslattétel, munkaszerződés módosítás, célfeladat, jutalomosztás szeretnének az embereiknek, csapatépítő tréningeket igényelnek, esetleg autót akarnak a beosztottjuknak, tehát hogy ilyen kérések jönnek vezetői oldalról. Jó, és akkor gondoltunk egy nagyot, és ott kezdtük a fejlesztését a HR folyamatoknak, hogy szerettünk volna bevezetni egy teljesítményértékelési folyamatot, mert hogy ez nem nagyon volt az elmúlt... A franciák ideje alatt volt valami, de az elhalt, és kb. 3 éve nem nagyon volt ilyen folyamat a cégnél. Úgyhogy az első számú reform, amit kigondoltunk, az az, hogy a motiváció egyik alappillére az, hogy mégis jó lenne, hogyha a dolgozó érezni, hogy van látszatja annak, hogy ő dolgozik, és bár abban hiszünk, hogy jó az, hogyha ez real-time történik, és folyamatosan van visszajelzés vezető és munkavállaló között, de mégis azt gondoltuk, hogy azért jó, hogyha legalább egy évben egyszer van egy keretrendszere annak, hogy beszélgessen arról, hogy hogyan teljesítő a cégben, és hogy milyen fejlődési lehetőségei karrierútja van. Úgyhogy a fő céljaink a teljesítményértékelés megreformálásával kapcsolatban a következők voltak, hogy legalább évente egyszer legyen egy ilyen,
mind a ketten, tehát ne csak a vezető mondja meg a tutit, hanem a munkavállaló is aktívan megyen ebben részt, mind a ketten formálják a folyamatot, illetve a folyamatnak az eredményét. Induljon el egy közös karriertervezés, ez a főleg abban az esetben, ahol az emberben tényleg van ambíció, és ő úgy gondolja, hogy szeretne fejlődni, akár szakmailag, akár pedig karrier szinten szeretne látni egy lehetséges előrelépést. Illetve derüljön ki, hogyha valakinek HR segítségre van szüksége, itt főleg arra céloztunk, vagy arra lőttünk első körben, azt gondoltuk, hogy ez főleg olyan esetekben fog előfordulni, ahol mondjuk a folyamatban kiderül, hogy a vezető véleménye meg a munkavállaló véleménye a teljesítményéről elég nagyban eltér egymástól. És hogy ilyenkor valószínűleg lesz valami facilitálási vagy mediálási kérés vagy igény a HR felé, és ilyen tényleg sok volt. És az ötödik célunk az az volt, hogy az értékelések eredményei azért legyenek visszakereshetőek. Tehát lehessen kiindulási alap a következő ciklusban. Úgyhogy ezek voltak a céljaink, és akkor megmutatom nektek, hogy akkor ezek mentén, a célok mentén milyen elvárásaink voltak az ezt kiszolgáló rendszer tekintetében. Ugye az első és legfontosabb, hogy legyen dummy biztos, legyen annyira egyszerű, hogy, és könnyen kezelhető, hogy ne kérjenek túl sok segítséget tőlünk, hanem ez magától értetődően lehessen kezelni ezt a rendszert. Aztán a torzítás kiküszöbölése, az arról szól, hogy a vezetőt ne befolyásolja a munkavállaló véleménye a saját teljesítményéről, hanem a vezetőnek úgy kell a saját véleményét megformálnia a munkavállalója teljesményéről, hogy még nem látja előtte, hogy a munkavállaló mit gondolt magáról. Aztán a hármas, az a HR szerepének a beágyazása, tehát hogy magán a rendszeren belül, ne pedig külön útvonalakon lehessen egy gombbal jelezni azt, hogy na most akkor itt kérek szépen HR-től segítséget, mert gond van, akár túl nagy véleménykülönbség van, vagy valami más. És akkor az érdekek védelme az arról szólt, ez tulajdonképpen egy ilyen eszkalációs lehetőség volt, mint elvárás, hogy ne történhessen az meg, hogy úgymond a vezető lenyomja a munkavállaló torkán a véleményét, és a munkavállalónak nincs lehetősége jelezni, hogy már pedig ő nem ért egyet, és hogy a közös értékelés az valójában nem tükrözi az ő véleményét is ebben a folyamatban. És akkor a folyamat kezelhetőség volt még fontos, ugye 500 plusz a munkavállalói száma, tehát azért fontos az, hogy ahhoz, hogy tudjuk ezt a folyamatot kezelni, hogy azért egy napon belül, hogyha nem történik jóváhagyás, akkor az a rendszer automatikusan tegye meg. És akkor még van 5 darab ilyen elvárás. Az egyik az, hogy az információ megosztás szabályozása, tehát kulturálisan még nem tartunk ott, meg még nem éreztük jónak azt, hogy láthassa az egész szervezet mindenkinek a teljesítményét, de majd e felé lépésekben majd fogunk építkezni. Tehát most a bevezetésnél figyelni kellett arra, hogy csak az adott vezető, a hozzátartozó területeknek a teljesítményét lássa csak. Ezt kezelni kellett. Akkor ugye a visszakereshetőséget, tehát hogy bármikor a kollégák és a HR számára is meg tudják találni a releváns értékeléseket. Hogy a problémákat kezelni tudjuk, tehát hogy lehetőleg mi is tudjuk, és ne kelljen feltétlenül IT segítség hozzá, amikor problémákkal fordulnak hozzánk. És az adatszolgáltatás lehessen nagyon jól értelmezhető riportokat készíteni a vezető és a HR számára is. És hát az is nagyon fontos szempont volt, hogy mindez minél hamarabb rendelkezésre álljon, mert nagyon lelkesek voltunk, hogy ez még tavaly valósuljon meg ez a folyamat, és hogy ki tudjuk ezt tenni a zászlónkra, hogy megvalósítottuk a teljesítményértékelést az Antenna Hungariánál. Úgyhogy ezek voltak nagyjából az egyes számú reformmal szemben támasztott HR-es sapkával az elvárásaink. És akkor nagyjából az büszkén jelentem, hogy az lett az eredmény, mi magunk lepődtünk meg leginkább, hogy miután, ugye persze nyilván ebben benne volt egy csomó roadshow, meg kommunikáció, meg profi változás kezelés szakértelem is, viszont miután megnyomtuk a zöld gombot, tehát kész lett a Jira, és megnyomtuk a zöld gombot, és kikommunikáltuk, hogy na, akkor kész a rendszer, és akkor tessék leülni, beszélgetni a beosztottakkal, egy olyan 2-3 héten belül eljutottunk egy 95%-os készenlétig, tehát hogy emlékszem, hogy azt hiszem 2 hét után volt az, hogy 486-an megcsinálták az értékelésüket, és amire még büszkébek vagyunk, hogy az összes vezető megcsinálta az értékelést, úgyhogy valószínűleg ez így eléggé kézenfekvő volt a folyamat is, meg a rendszer is, amit szállítottunk nekik.
minimális kérdés érkezett hozzánk a rendszer használatával kapcsolatban, tehát ez nagyon jó hír volt, hogy nem kellett erre fókuszálnunk, viszont több problémát is jeleztek, ahol ez a bizonyos HR segítséggomb megnyomásával jöttek hozzánk, hogy akkor most hogy kezeljük ezt, vagy azt, vagy amazt, vagy mi legyen ezzel, vagy azzal az emberrel, hogy lehetne ezt a hidat a véleménykülönbségekben áthidalni. És amit ott láttok, az a valós eloszlása a teljesítmény számainknak érdekességképpen. Nincs, hogy tudjátok, hogy melyik mit jelent, úgyhogy nem szenzitív az adat. Jó, és akkor bevezetés után kitaláltuk, hogy hát akkor most ez tök jó, hogy megcsináltuk, meg nagyon menő, mert hogy nagyon fontos globális trendeket vettünk figyelembe ennek az egésznek az elvi alapjainak a megtervezésekor, viszont azért nem lenne rossz, hogyha lenne hozzá célkitűzés is, mert hát ugye most egy olyan módon értékeltük tavaly még a teljesítményeket, hogy a mihez képest ez azért eléggé levegett, mert hogy nem volt célkitűzés. Csak a következő fázis vagy szakasz az volt, hogy jó, akkor egészítsük ki célkitűzéssel ezt a folyamatot. Úgyhogy ez volt a kettes számú reform, hogy akkor a teljesítmény értékelési folyamat továbbfejlesztése célkitűzéssel. És itt a fő céljaink azok voltak, ez egy opcionális bevezetés volt, hogy akinek van kedve, és aki úgy érzi, hogy ez fontos neki, az évelei célkitűzésre építse a teljesítményértékelésének az alapjait, az évközi munkáját és az évvégi értékelését, és hogy ezen belül a vezető megfogalmazhassa az elvárásait, ugye ez főképpen a mérhető teljesítményre vonatkozó szakmai elvárás, a kollega pedig megfogalmazhassa és rögzíthesse, hogy neki milyen karrier célja van, illetve a fejlődési irányait, vagy a fejlesztési lehetőségeit megfogalmazhassa. Tehát mindkét célkitűzés típusnak szerettük volna helyet, a szakmai, meg a személyes céloknak is a szervezeten belül. És legyen lehetőség, megint csak valóságnak megfelelően a célokat évközben egyébként módosítani, mert hogy eléggé nagy pörgős változó környezetben élünk, és hogy van szükség a célok módosítására, és itt is fontos volt a visszakereshetőség. És akkor milyen elvárásaink voltak ezek alapján, a célok alapján? Ugye megint az egyszerű felépítés, akkor a figyelemfelhívás is fontos volt itt, tehát hogy jelenjen meg minden vezetőnél feladatként az, hogy célkitűzés, de ugye mivel nem volt kötelező, ezért aki megnyomta a gombot, annak kellett csak kitűzni a célt. Akkor ez legyen rugalmas, ugye lehessen módosítani, a HR megint legyen beágyazva, tehát lehessen HR segítséget kérni, visszakereshető legyen, és hogy az adatszolgáltatás legyen egyszerű, tehát nagyon könnyen kinyerhető legyen, hogy kinek készítették el, tehát riportolható legyen, hogy kinek készült el a célja, és kinyerhető lehessen ez. Jó, és akkor itt ezekkel az eredményekkel tudunk ezzel az opcionális bevezetéssel egyelőre büszkélkedni, hogy most már elmondhatjuk, hogy van egy folyamatunk, ami egy teljes folyamat, vagy komplett rendszer, ami lefedi a célkitűzéstől az értékelésig mindenki számára megad egy professzionális teljesítményértékelésre lehetőséget. Azt láttuk, hogy ugye kevesen kezdték el használni, de aki elkezdte, az tök jó célokat kitűzött, tehát kb. 10% az embereknek, és akik használtak, azok pozitívan nyilatkoztak róla. Úgyhogy ezzel itt tartunk, és akkor még gondoltam, hogy felvillantom nektek, hogy nagyjából, hogyha mondjuk ilyen customer portálban gondolkodunk, azok alapján, az igények alapján, amiket mondtam, hogy mivel jönnek hozzánk a munkavállalók, akkor kb. Így néznek ki egy munkavállalói felület, vagy így nézhetnek ki, illetve egy vezetői felület ezekkel az igényekkel, ha az igényekre képzünk egy ilyen bejelentési vagy igényképzési lehetőséget, tehát valamiféle report lekérés vezetőknél, vagy autóigénylés, vagy új munkavállaló felvétele iránti igény bejelentése, illetve a customer portál munkavállalói részén pedig a szülési szabadságtól kezdve az egészségbiztosításon át egy csomó ilyen dolog. Én nagyjából ennyit gondoltam elmondani, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy most, hogy majd így átadom Balázsnak a szót, vajon most mennyit értek abból, most, hogy nem HR-esnek kell elmondani, hogy mit is fog, meg hogy fog csinálni a Jira, hogy nektek fogja elmondani, hogy fogok-e egy kukkot érteni belőle, de izgi lesz. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Szakár Balázs vagyok, MetaInfes tanácsadó, konzulens, és a projekt megvalósításában vállaltam komolyabb szerepet.
Első körben tegye fel a kezét, aki már csinált ilyen értékelést a főnökével bármilyen rendszerben. Kíváncsi lennék arra, hogy a többség az valóban csináltam. Oké, köszönöm. Kicsit kési. A projekt megvalósításával kapcsolatban, hát elég sok követelmény volt, mint ahogy a Móni az előbbiekben sorolta is, egy 10-es lista volt, és ezen a listán a tételek nem is voltak feltétlenül kis falatok, tehát elég komolyabb gondolatok voltak, bár neki csak egy-egy bullet point volt, például, hogy ne láthasson mindenki az issue-kat. Ez a megvalósítás szemszögéből ez egy komoly feladat volt. A MetaInfel úgy szoktunk dolgozni, hogy szeretünk minél hamarabb adni valamit, ami megnézhető, ami megtekinthető, kipróbálható, hogy ezzel inspiráljuk a megrendelőket. Itt elmondhatom, hogy elég agilisen dolgoztunk együtt, hiszen a követelmények kialakítása közben azt hiszem, hogy csomó új követelmény is született, illetve dolgokat kicsit reformáltunk. Úgyhogy elég lelkesek voltak az Antenna Hungária részéről, ami számunkra egy nagyon pozitív dolog volt. A projektnél egy fontos szempont volt még, hogy költséghatékonyan dolgozzunk. Ez azt jelenti, hogy ugye a Service Desk-nek a licenszeléséből adódóan eléggé el lehet szállni az árakkal, úgyhogy nem feltétlenül azt az irányt akartuk csinálni, hogy veszünk 50 agentet és mindent megcsinálunk egy darab Service Desk-es projektben, hanem mindenképp akartunk használni minimális méretű Service Desk-es projekt mellett egy másik projektet, ahol az értékelések valójában zajlanak. És ezen felül Jira komfort megoldásokat preferáltunk, ami azt jelenti, hogy tehát minél jobban próbáljuk a Jira-s beépített rendelkezésre álló eszközöket felhasználni. A slide során folyamatosan így két részre fogom osztani a vásznat, és ez a két rész pedig a két projektet hivatott jelképezni. A baloldali projekt az mindig a teljesítményértékelő rendszer lesz, ami a Jira Service Desk-es alapon működik. Itt az értékelő kollégák a Customer portálon feladják az értékeléseiket, a HR látja az összes értékelést, illetve a végén az eredmények is ebben a projektben fognak eltárolódni. A jobboldali projekt az egy nagyon egyszerű Jira Core projekt, tehát nem is egy szoftver, hanem egy teljesen egyszerű Core projekt, és ebben a projektben a vezetők végzik el az ő önálló értékelésüket, illetve a végén a konszenzus, a közös értékelés is ebben a projektben zajlik. Itt van a két projektnek a workflow-ja. Már így a formákból, meg a színekből is látszik, hogy ezek viszonylag hasonlítanak egymásra. A kettő között egészen konkrétan fel lehet fedezni a párhuzamokat a piros vonalak mentén. A vezetői projektben dolgozunk jellemzően, és a vezetői projektből adatokat szinkronizálunk át a Service Desk-es projektbe. Az adatok szinkronizálása közben a Service Desk-es projektben gyakorlatilag kézzel nem is mozdítjuk meg a feladatot, hanem a vastag kék nyilak mentén a Jira-ba beépített, Service Desk-be beépített automation segítségével, amikor egy kapcsolt feladat másolódik, akkor a Service Desk-es projektben lévő feladatot is mozdítjuk. Illetve amikor a kapcsolt feladat mozdul, akkor a megfelelő Service Desk-es feladatot is mozdítjuk. Fussunk végig, hogy pontosan hogy néz ki ez a folyamat. Az első fázis, a belépési pont az a Customer portálon van. Az értékelő, önértékelő kollégák oda mennek a Customer portálra, feladnak egy önértékelést, és ennek hatására a kék nyílon keresztül egy scriptrunner-es clone and link issue nevezetű Jira post function a vezetői projektbe is létrehoz egy kapcsolt issue-t, és ezeket össze is köti. Leklónozza és összeköti őket. Nézzük meg, hogy ez konkrétan hogy néz ki. A HR-nek a Service Desk portálján egyetlen bejelentési típus van, egyetlen request type, ez a teljesítmény ösztönző rendszer. Hogyha ezt kiválasztják a kollégák, ugye ezt megkapták egy e-mailben, hogy na, lehet önértékelni. Amint ezt kiválasztják, egy 8 elemből álló egyszerű customer portált kell kitölteni. Ebből az alsó 5 kérdés az HR szakmai kérdés, tehát azokat a Móniék állították össze, hogy mi legyen a kérdés, és azon belül milyen válaszokból lehessen kiválasztani azt, ami rá igaz. A két nyíllal megjelölt beviteli mező azok, amik igazán még érdekesek. Az egyik az ágazat osztály, tehát egy ilyen szervezeti egység beviteli mező. Mindenki ki tudja választani, hogy melyik ágazatban és azon belül melyik osztályban dolgozik, illetve hogy ki az ő vezetője, ki az ő főnöke. Most azt gondolnánk, hogy igazából ez mindenkinél triviális, de egyáltalán nem, mert vannak, akik például több részlegben is dolgoznak, mondjuk nem 100%-ban, hanem csak 50-50%-ban. Így nekik lehetőségük volt két önértékelést is feladni, egyiket az egyik részlegbe, másikat a másik részlegbe. A Service Desk-nek a Create Issue Transition-jén, ahogy a 4-es pontban látszódik is, ott van az a Script Post Function, ami egyszerűen leklónozza és átmásolja az issue-t a megfelelő másik projektbe.
Az egyes pontnál egy security-t állítunk, egy issue security-t, amiről a későbbiekben lesz szó. Ez leginkább amiatt van, hogy a láthatóságokat tudjuk ezzel korlátozni. Ugye volt egy olyan igény, hogy a vezetők ne lássák még az önértékelést az első pillanatban, hanem teljesen önállóan tudjanak véleményt alkotni a kollégáról. Az ötödik lépésben pedig egy jóváhagyót tárolunk el a bejelentő alapján. Ez a végén az önértékelőnek a jóváhagyásához kell majd. Amikor a bejelentő leadott egy önértékelést, a vezető, akit kiválasztott ott a vezető mezőben, kap róla egy e-mailes értesítést. Ez az e-mail, ez az e-mail this issue-val van kiküldve. Ennek a tartalma ez itt teljesen testre szabható. Ebben annyiról van most szó, hogy benne van a vezetőnek a neve, illetve hogy melyik értékelő készítette az önértékelést, és egy link arra az értékelésre, amit a vezetőnek is el kell végezni ezzel a kollégával kapcsolatban. Ha erre a linkre rákattint, akkor ő a jobb oldali, a Jira Chorus projektbe lép, és itt ugye látszik is, hogy egy darab értékelés van, ami neki most releváns. Itt két opció közül választhat, elvégez egy megfontolt értékelést, vagy egy gyors értékelést. Mindkét értékelés esetében ugyanazt kell csinálni, ugyanazokat a mezőket kell kitölteni, de a gyors értékelés egyetlen egy transitionen keresztül vezet az értékelés státuszba, míg a megfontolt egy közbülső állapotban is megáll, ami amiatt hasznos, hogy ezzel gyakorlatilag el tudják menteni az értékelést. Tehát, hogyha szeretnék megszakítani az értékelési folyamatot, akkor egy megfontoltat választanak, kitöltenek az öt kérdésből hármat, megállnak, és holnap meg folytatják. És ezt a megfontoltban gyakorlatilag bármennyi ideig így el lehet lenni. A vezetői értékelés screen teljesen hasonló az önértékelés screenhez. Ugyanazokra a kérdésekre kell válaszolni, csak egy másik projektben. És amikor a vezető ezt a választ megadja, akkor gyakorlatilag átlépünk a következő fázisba, és akkor a vezetőnek az értékelése átmásolódik a service deskes projektbe. Erre azért van szükség, mert minden információt a service deskes, a baloldali projektben szeretnénk tárolni, hogy a későbbiekben egy helyről lehessen riportolni. Illetve amikor az értékelés ugye lezárul, akkor a vezető számára az issue link, ami már az első pillanatban ott volt, ugye a copy and link post-function segítségével, itt válik számára elérhető a kapcsolt issue. Ugye a kapcsolt issue eddig is ide volt kapcsolva, de itt fedjük fel előtte. Ezzel adjuk meg neki a lehetőséget, hogy erre rákattintson, és a service deskes projektben, most megint a baloldali projektben vagyunk, megnézhesse, hogy a kolléga hogyan értékelte saját magát. Látszik ott mellette, hogy az ő értékelése is oda másolódott már mellé, és ez az a pont, ahol először meg tudja azt nézni, hogy gyakorlatilag mekkora a különbség a kettőjük értékelése között, ugyanerre a kollégára vonatkozóan. Ez amikor megtörténik, erről az önértékelő kolléga szintén kap egy e-mailes értesítést. Itt ugye csak arra szólítjuk föl, hogy készüljön fel a közös értékelésre a vezetővel, hiszen a következő lépés az, hogy összeülnek a vezetővel, ami gyakorlatilag egy Jirán kívüli meeting. Leülnek, megbeszélik a közös értékelésnek a részleteit, és gyakorlatilag megint egy ugyanilyen screenen, egy harmadik ugyanilyen screenen a közös értékelést egy ismét új mezőkbe feltöltik a közös megegyezésük alapján. Amennyiben erre nem kerül sor, illetve nem tudnak közösen megegyezni, vagy pedig a vezető már alapvetőleg úgy gondolja, hogy ebből nem lesz megegyezés, mert akkor a különbség van például az értékelések között, úgy van lehetőség innen a joint evaluation státuszból nem közvetlen az evaluated-be menni, hanem van ez a HR help needed státusz. Ez arra van, hogy be lehet vonni a HR-t, hogy itt most nekünk biztos, hogy kelleni fog valamiféle HR-es segítség, és akkor a HR-ről kap egy e-mailt, és ezt a közös értékeléses meetinget ezt nem ketten fogják megtartani, hanem hárman a HR bevonásával. Minden esetre akárhogy is előbb-utóbb fog egy konszenzus születni, vagy közvetlenül, vagy a HR bevonásával, de végül el fogunk jutni az evaluated státuszba. A jobboldali workflow-nak ez gyakorlatilag már a végállapota, és ebben a pillanatban, bármelyik úton is jutottunk el ide, a konszenzusnak az értéke ismét átmásolásra kerül a service deskes projektbe. Ezen felül még a customer portálra is készítünk egy kommentet, mindjárt ezeket is megnézzük. A konszenzus pillanatában a jobboldali a vezetői projektben a vezető számára látszódik a saját értékelése, illetve a konszenzusos értékelés. Ez ugye a jövőben is megmaradt számára ebben a projektben, ez bármikor meg tudja nézni, például a következő értékelési szezonban. A konszenzusnak az eredményéről az önértékelő felhasználó egy e-mailben egy értesítést kap,
Ebben az e-mailben ugye ott vannak az egyedi mezők, amik a konszenzusos mezőknek az értékei. Illetve van még egy link a Customer Portálra, amire, hogyha rákattint az önértékelő felhasználó, itt is megjelenik ugye a kommentben az önértékelésének az összes részlete, illetve a konszenzusos értékelésnek az összes részlete, illetve van lehetősége egy elfogadásra, ami szintén egy fontos követelmény volt. Azért kellett ide a kommentet beágyazni a Customer Portálra, hiszen ezek a felhasználók, akik önértékeléseket készítenek, ők gyakorlatilag nem rendelkeznek fizetős licenszel Jira userrel, nekik csak customer jogosultsági userük van, így ők gyakorlatilag ezt az egyetlen egy felületet látják. Tehát nekünk elég, illetve nem is csak nekünk, hanem a HR-nek is ez elég fontos volt, hogy a bejelentő felhasználók számára tudjunk egy olyan felületet biztosítani, ahol ők meg tudják nézni a korábbi önértékelésüknek a végeredményét legalább. Ezért másoltuk be ide kommentbe ezt. Az elfogadás, illetve az elutasítás pedig arra való, hogyha a konszenzusban megbeszél a dolgok mégsem úgy kerültek rögzítésre a Jira-ban, mint ahogy azt valójában megbeszélték. Amennyiben elutasítást választunk, abban az esetben a HR egyértelműen kap egy e-mailt erről, hogy itt valami nagy probléma van, de alapesetben pedig az elfogadást választjuk. Volt arról szó, hogy nem mindenki nyom rá erre az elfogadás gombra, így egy csomó is bent ragad ebben az utolsó előtti állapotban, így a régebbi értékeléseket automatikusan elfogadjuk. Ez látszódik ott alul a kék nyilon, tehát az evaluated-ből átmegyünk a closed állapotba. Ezt az ingyenes automation nevezetű addonnal valósítottuk meg, ami egy időzített cron taskot futtat le itt jelen esetben minden este 7 órakor, és rászűr a JQL szerint azokra a leértékelt feladatokra ebben a projektben, amikre már több mint 24 óráján nem nyúltak hozzá. De gyakorlatilag, hogyha valaki egy napig nem fogadja el az önértékelésének a konszenzusát, akkor ezt automatikusan elfogadottnak tekintjük és le is zárjuk, átmozdítjuk a következő állapotba. Amikor átmozdítjuk a feladatot az utolsó állapotba, még két fontos dolgot csinálunk. Egy egyedi mezőértékét beállítjuk arra, hogy ez egy pozitív vagy egy negatív módon lett elfogadva. Ez igazából a resolution mező is lehetne, de nem akartuk a resolution mezőt ezzel bővíteni, hogy a többi projektre is kihatással legyünk. Fölvettünk egy egyedi mezőt, aminek két értéke van. Valamint a másik igazán fontos dolog, és ez egy elég bonyolult része volt ennek az implementálásnak, az issue security-t állítunk a vezetők részére. Ez az issue security állítás egy scriptrunneres scripttel történik. Ez a 10-15 soros script gyakorlatilag annyit csinál, hogy a legelején a bejelentéskor, amikor kiválasztotta a kolléga, hogy melyik ágazatban és melyik osztályban dolgozik, ennek a kaszkád mezőnek az értékeit kiveszi, összefűzi, és az ezáltal készített security levelnek az értékét próbálja beállítani. Ugye ehhez nekünk a security sémában felkészültnek kell lennünk, várnunk kell, hogy létezzenek ugyanilyen nevezetű is security levelek, és gyakorlatilag ebben a security sémában mi a vállalati hierarchiát tudjuk leképezni azáltal, hogy mondjuk a fejlesztési ágazatnak a fejlesztési osztályában milyen usereknek legyen pontosan láthatósága. Ez egy lista alapján jött meg részünkre, amiben benne volt a hierarchia, hogy ki az ágazatvezető, ki az osztályvezető és ki a csoportvezető. És ezt a hármas szintű hierarchiát, ezt kellett implementálni ilyen security sémákban. Amikor az értékelés eljut a végállapotba, akkor gyakorlatilag egyetlen egy képernyőn látjuk az összes részletét, ez ugye megint a service deskes projektben van, mindig mindent ide másoltunk be. Látszódik, hogy a security level be van állítva, ezáltal nem látja mindenki, hanem a lezárt értékeléseket csak az adott osztály, illetve az adott részlegnek a vezetői fölfelé menőleg látják. Ebben az issue-ban van benne a kollégának az önértékelése, a vezetőnek az értékelése, illetve a konszenzus is, illetve hát benne van, hogy kinek az értékeléséről van szó, és ki a vezető, aki értékelte. A riportolhatóságról egy pár szót. A HR számára ez egy elég jól riportolható megoldás lett szerintem, hiszen minden információ egy projektben van, és azon belül is egy issue-ban. De gyakorlatilag egy issue-ból le tudnak szűrni mindent, és erre csak megfelelő JQL-eket kell készíteni. Ezeket a filtereket, amiket így elmentünk, tök jól meg tudjuk jeleníteni dashboardokon. Ugye az előbb láttunk is erre egy kördiagramot, de ezen felül még ugye érdekes lehet ilyen two-dimensional filter statistics gadgeteket felvenni, amiben például olyan információkat nyerhetünk ki, hogy melyek voltak azok a kollégák, akik azt gondolták, hogy ők baromi jól dolgoznak és előléptetést érdemelnek, ugyanakkor a vezetőjük egyáltalán nem volt megelégedve a munkájukkal. Az ilyen esetekben valószínűleg HR beavatkozásra van szükség.
Na most ugye ezek az adatok tök jól riportolhatóak, de ezek teljesen szenzitív adatok, illetve ezek csak megfelelő jogosultsággal érhetőek el, úgyhogy ezt a HR szépen elkészítette magának ezeket a riportokat, és senki más számára ezek nem hozzáférhetőek. A riportolhatósággal kapcsolatban még nagyon érdekes, hogy fel lehet deríteni az elakadt folyamatokat, ugye tudunk olyanra szűrni, hogy mik azok a dolgok, amik már régóta megakadtak a közös értékelésben, és nem mentek onnan tovább, és ott be lehet avatkozni, lehet nekik segíteni. Az eredmények könnyen összevethetőek lesznek majd a korábbi évi eredményekkel, hiszen rá kell szűrni, hogy melyik az az issue, amit ez a user jelentett be, és ott lesz az ő összes értékelése. A kiugró eredmények könnyen kiszűrhetőek, mondjuk ezzel a kétdimenziós gadgettel. Például azok az értékek, ahol nagyon nagy az eltérés, valaki magára egyest mondott, de a vezető ötöst mondott rá, az a kolléga biztos, hogy önbizalom hiányos, de fordított esetben pedig talán egy kicsit elbízta magát. Az inputot adhat másnak, hogy valami ezeknek adhat inputot. Hát itt ugye inputot adhat például egy bérnövelési kezdeményezésnek, hogyha valaki konstans jól teljesít. De ami ennek inputot adhat, az például a célkitűzések, ami már szintén elindult. Ezek a célkitűzések issue type-ok ugyanezekben a projektekben, és ezeket mi eredetileg most beimportáltuk, tehát itt nem kellett mindenkinek saját magának felvenni egy új célt, hanem egy issue van, és abban több célt lehet meghatározni custom fieldek segítségével. Egyéni és szakmai célokat egészen konkrétan. Ez egy sokkal egyszerűbb folyamat, illetve opcionális, és nincs is ennyiféle bonyolult szinkronizáció, csak hogyha van egy cél, akkor ugyanúgy jobbról-balra a core projectből átmásolunk a service deskes projektbe. Illetve láthatóságbeli megkötés sincs, a célok mindenki számára publikusak. Amit mondtam is, itt egy nagyon egyszerű workflow van, egy tudóból megyünk egy dámba, vagy a pozitív irányba megyünk, hogy nem tűzünk ki valami célt, és ebben az esetben elfogadhatja az önértékelő, tehát jelen esetben nem önértékelő, de a kolléga, vagy pedig egyszerűen nem tűzünk ki célt, és lezárásra kerül ez a cél issue type. Összefoglalva azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes felhasználását tudtuk bemutatni a Jira-nak és a Service Desk-nek. Eléggé out of the box gondolkodtunk, főleg itt az issue security-knél és a láthatóságoknál, valamint ezeknél a sok projektek közötti szinkronizációknál. Illetve sikerült minden igényt lefednünk, ami szerintem megint egy tök jó dolog volt, hogy bármit mondtak, mindig volt rá valami megoldásunk, és végül egy tök jó megoldás lett összességében. Könnyen használható lett, nem nagyon jött olyan visszajelzés, hogy valaki nem tudná használni, illetve nagyon sok ember le is értékelte magát bennem, és minden flottul ment. A költséghatékony lett, nem kellett vennünk 50 service deskes licenszet, csak azt hiszem 3-at, mert 3-an vannak a HR-en, és ők az agentek kizárólag. Megbízható, visszakereshető, hát Jira-ban tárolódnak az issue-k, ezt azt hiszem vannak is itt Antenna Hungáriás sysadminok, ők ezt eltárolják, az adatbázist szépen bekapolják, és tök jól továbbfejleszthető, ugye megelőző és követő szolgáltatásokkal. A Help Centerben már be is indult az IT Service Desk, hát az most a fénykép nem onnan van, de a későbbiekben akár ilyen mindenféle pénzügyi szolgáltatásokat és teljesen más részlegeknek a szolgáltatásait is fel tudják idevenni. Így gyakorlatilag, hogyha az Antenna Hungáriában valamiféle ügyintézésre van valakinek szüksége, akkor egyszerűen ellátogat a Jira-s Help Centerbe, és a keresőmezőbe beírja, hogy mire van szüksége, és onnan már a megszokott módon tud riportolni. Köszönöm a figyelmet, szerintem elég időben is vagyunk, visszahoztunk mindent, amit eddig elcsúsztunk. A kérdéseket személyesen szívesen megválaszolom, hiszen elég bonyolultak a folyamatok, így szerintem nem lenne érdemes itt magyarázkodnom, hanem inkább személyesen, akár meg is tudom mutatni. Úgyhogy köszönöm.